Szevasztok, Simon vagyok, és ez itt újra Void Threat. Igazából ezt a részt még azelőtt veszem fel, mielőtt a másik kikerülne, úgyhogy sajnos most a kommentekre nem nagyon tudok válaszolni. Viszont ebben a részben igazából nagyon sok érdekes dolgot terveztem, ugyanis egy kedves néző írt nekem, hogy pontosan szerintem mit is kéne csinálnom, illetve hogy szerintem már elég erős vagyok az első boss legyőzéséhez, aminek egyébként utána olvastam, és igazából a különböző módszerek miatt akár ökörrel is meg lehetne ölni, de a lényeg, hogy át kell ugrani hozzá a Netherbe, amit egyébként tervezek is, tehát úgy gondoltam, hogy ebben a részben egy kicsit lenézünk, hogy arra fele mi is a helyzet, és megpróbálok esetleg az életemért küzdve összeszedni egy pár ilyen Netherben található ércet. Valamint a Femguide-nak is utána néztem, ups, és igazából most ugye ugyanúgy, mint az Enchantokra nem szeretném a szintjeimet elkölteni, viszont észrevettem, hogy az Ocelot az ingyen van, úgyhogy gyorsan equipelem is, és ettől sokkal gyorsabban tudok sprintelni, a kajám is gyorsabban fog fogyni, de hát igazából ez annyira nem lényeges, illetve mint észrevehetétek, feljöttem a felszínre, gondolkodom, hogy összekéne, ja nincs anvilom. Van vajon elég vasam hozzá? Elkezdem kiégetni és meglátjuk. Szóval feljöttem a felszínre, hogy kidobáljam a cuccaimat, útközben találkoztam és egyébként egy ilyen valamilyen tarajos cuccal, ugye akivel már találkoztunk, és ő dobja a korruptet shardokat. És ahhoz, hogy a boss leszpawnoljuk, 3 darab korruptet stone fog kelleni. És ez a kedves néző, aki küldte egyébként a kommentet, azt is, illetve az üzenetet, azt is mondta, hogy kellene egy spawnert építeni, ezt egyébként többen említettétek, hogy kellene egy spawnert építeni, nem egy spawnert, egy mobtrapet ezeknek a moboknak, azért, hogy ugye folyamatosan tudjam őket farmolni, és egyre több korruptet shardom legyen, mert azok elég fontosak, úgyhogy ezt meg is fogom tenni, és csak gyorsan kipakolom előtt a cuccaimat, amikre nincs szükségem. Ja, és találtam útközben egy kis realmite-ot, úgyhogy abból még a sisak kell, ugye? Igen. Úgyhogy megcsinálom a full setet. Annyira durva, hogy a sisakhoz kell a legtöbb. Úgyhogy mindegy, ops. A lényeg, hogy megvan a full set. De király koronám is van. Szóval, hogy megvan a full set, illetve találtam ilyen erlemájtot, amiből fogok tudni csinálni valami. Ilyet. Ez az, ami kell a bossnak a leszpawnolásához, és a Hellstone ingothoz kell egy Shadow Bar, amihez egy Erlamite és egy Rupee kell, úgyhogy ebből még egyébként több is fog kelleni. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma, valamint egy Flint and Steel-t kéne craftolnom, amihez ups, ezt nem kellett volna. Szóval egy Flint and Steel-t kellene craftolnom, amihez anyagom van, csak lecraftolva nincs. Úgyhogy ezt gyorsan kiszedem, és keresek valami jó kis helyet ennek a portálnak, csak hogy ne össze-vissza rakjam le, és ugye ne adja folyamatosan azt a borzasztó hangot. Azt hiszem, hogy mivel még nem tudok envilt csinálni, ezért gyorsan elköltöm az összes vasamat csákányra, mert hogy arra a Netherben is ugye szükség lesz, és van vas csákányom, hát az arany csákányra ismét semmi szükségem nincsen, illetve nyugodtan kidobálhatom a hova raktam, nincs bőröm, akkor nyugodtan kidobálom ide a bőrt, a kaját áttesszük. Ennyi kaja nem is kell egyébként hozzám, szerintem ezeket bőven visszarakom, elég lesz nálam ez a 46 hús még a dinnyese kell. Illetve ezt a maradékot is, a nyíl az kell, a stick nem kell, már a sisak sem kell, illetve az elementium, de az abból már kezd gyűlni, úgyhogy ki kell majd találni, hogy milyen érdekes dolgot tudok belőle csinálni. A Femguide nem kell a kézbe, mert hogy itt marad az ocelot. Torcsot kellene csinálni, úgyhogy ezt egy darab sticket, illetve egy kis fát is összeszedek. És a jungle fát nem, viszont van nekem ilyen is. Úgyhogy gyorsan csinálok magamnak egy stack sticket? Nem, egy stack fákját. És kicsit több lett, nem probléma. És akkor igazából jók is vagyunk, hogy lemenjünk a Netherbe, már csak egy darab vas kell, illetve egy flint. Ami természetesen nincs nálam, mert az előző részben az összeset elköltöttem. Elköltöttem nyilak készítésére. Én viszont gravelnek biztos, hogy kell nálam lenni, és még nem se rejteztem ki. Ez kő, itt van a gravel. Úgyhogy gyorsan szerzek valahonnan egy flintet, inkább a gyorsabb módszerrel. Ups, itt pont fáki van fölötte. Szóval valaki azt mondta egyébként, livestreamben csináltam ezt a módszert, hogy így nem dob flintet, de egyébként dob, úgyhogy nyugodtan lehet így is. És ugye nem kell kiványázgatni a gravelt. Sokkal gyorsabban működik a dolog, illetve nekem dobott, úgyhogy remélhetőleg működik a dolog.
Vagy nem. Hát igen, a helyzet az, hogy amikor kéne a flint, akkor nem dobja. Amikor nem kéne, ami általában... hát talán elég sokszor előfordul, amikor a gravel egyáltalán nem kell. Oh, hello. Valószínűleg ég a napon, igen. Hát akkor most még egy kicsit telerakjuk gravel-el itt a dolgokat. És reménykedünk, hogy egy flintet tudok szerezni. Az a vicc, hogy fölfele jövet pont volt az utamban egy flint. Csak kidobtam azért, hogy össze tudjam szedni a többi értékes cuccot. Úgyhogy, hát ez így vicces lesz. Illetve azt a spawner dolg, itt van, kettőt is kaptam. Illetve azt a spawner dolgot azt majd ki fogom találni, hogy hogy legyen. Ugyanis, hát igazából túl sok nem kell már. Tehát, hogy csak úgy simán találok még kettő ilyen szörnyet, amiből meg lesz a corrupted shardom, már igazából az is elég. Viszont mindenképpen azért, hogyha kell a későbbiekben több, akkor nem hátrány, hogyha van egy ilyen spawnerem, vagy egy mob trapem hozzá. Úgyhogy ezt majd meglátjuk, illetve nether portál. Elkezdtek megnőni ezeket, majd le kell szedni. Azt gondolom egyébként, hogy csak itt simán lefele egy, nem is kell ilyen messzire, csak itt simán lefele elkezdem beásni, remélhetőleg innen már nem fogok tudni beásni a farmba. Úgyhogy csinálok ide neki egy kis járatot, és akkor igazából egyelőre itt lesz, aztán nem is gondolom egyébként, hogy valami nagyon érdekes helyet kéne csinálni neki, ez csak egy nether portál, úgyhogy remélhetőleg a borzasztó lények nem jönnek át, az lehet, hogy még ebben a patchben benne sincs, úgyhogy remélhetőleg nem kapjuk vissza a nyakunkba azt, amitől elmenekültünk a portálon keresztül, és az obszidiánt vissza is rakom, a flint and steel-re nyilván szükség lesz, mert elég könnyen meg lehet, hogy valami a másik oldalról be fogja zárni a portált, és hát ott ragadni pedig semmiképpen nem szeretnék, úgyhogy let's go! Kellett volna építőanyagot hoznom magammal, hogy el tudjam blokkozni magam, hogyha valami szörnyűséges lényről rögtön szembe, és remélhetőleg nem egy lávató fölött fogok rögtön spawnolni. Oké. Na, egy gravel platformon vagyok, és szerintem az ocelotba akadtam be. Ez nem túl szerencsés, azt kell, hogy mondjam. Nem. Simán a gravelbe akadtam bele, úgyhogy gyorsan kiütöm magam alól. Oké, szuper, jó. Kis nehézségek, ajaj, oké, ez csak... ez semmi érdekes, szóval egy kis nehézségek árán, de átjutottam. És van is nálam építőanyag, úgyhogy nincs itt semmi probléma. Ő az, akivel nagyon nem szeretnénk találkozni. Illetve, hogyha ilyen messziről le tudom lőni, akkor az nagyon jó, csak a pigmeneket ne találjam el. Mert ő az, aki konkrétan együttéssel megöl full gyémánt armorban is. Úgyhogy nem szeretnénk a ható távolságába érni, viszont lelőni mindenképpen szeretném. Oké, egy. Ehhez lehet, hogy normális íjat kéne használni, ami nincs nálam. Úgyhogy ha a zombi pigment is meglövöm, akkor az nagyon nem lesz kellemes. Na, most lőtt megint hármat. Lehet, hogy a kritel, akkor lő hármat. Jó, hát eddig igazából nem probléma. Ha ilyen távolságból találom a zombi pigment, az sem probléma. De azért nem örülnék neki, hogyha nyakamba ugrana. Jó, megvan. Aha, el fog fogyni a nyilam nagyon hamar. Kell nálam lennie egy olyan... Ó, dehogy nem. Kell nálam egy olyan íjnak is lennie, ami csak egy nyilat lő ki, hogyha esetleg egy ilyen célpontot kell lelőni. Na, dobott ilyen shardot, amire egyáltalán nincs szükségem. Ugyanis most meg kell találni azokat a cuccokat, amiket ki kéne bányásznom. Ó, jaj, hello, szia. Szóval meg kéne találnom azokat a cuccokat, amikre most szükségem van, viszont nem gondolom, hogy azok túl gyakoriak lennének, tekintve, hogy le kell érte jönni a netherbe, és hát nem lenne poén, gondolom, hogyha csak úgy lejönnénk, kibányásznánk, ami kell, aztán mennénk is haza. Úgyhogy megnézem, hogy... Ja, itt a clock. Itt a hellstone, netherite chunk, ez netherite ingot kell, és ezt pedig az orból lehet csinálni. Craftolni semmiképpen nem lehet a molten shardból, az szerintem a izéhoz kell. Molten shard, az valószínűleg az armorhoz kell, így van. Az armorhoz kell. Egyébként ez sem egy hülyeség, mert hogy elég sok jó damage reduction-je az van annyi, mint a... Persze, bőven kétszer annyi damage reduction-je van, mint a Real Might-nak. Végtelen használati lehetősége, illetve lávában tudsz vele úszni, és nem is égsz meg tőle. Úgyhogy ez mindenképpen egy hasznos dolog, viszont... Ó, jaj! Hát azok sem olyan dolgok, amikkel szeretnék találkozni egyébként. Itt elég sok olyan van, úgyhogy mindenképpen...
Az a gyors sprint, ez elég király. Szóval mindenképpen olyan helyen kéne keresgetni a... Oh, gold nugget. Olyan helyen kellene keresgetni az érceket, ahol nincsenek mobok. Viszont ez nem egy olyan egyszerű folyamat. Ó, jaj, Hell Spider. Ez megint nem egy aranyos. Úramisten. Nézzétek, mennyit lesebzett. Szóval igen, a Hell Spider az egy pók, aki felgyújt, sok élete van, sokat sebez, és a Netherben található, mert hogy minden borzasztóan itt található. És ott van még egy wild valami. Mindegy, megpróbálom lelőni. Úgyhogy ne vegyen észre, aztán utána haza kell mennem majd nyilakért, vagy egyszerűen olyan íjért, ami... Tudjátok mit? Lehet, hogy az lesz, hogy rárakok egy Infinity Enchantot, és most azt a pár szintet igazából hamar visszaszerzem. Halt már. Igen. Szóval azt a pár szintet hamar visszaszerzem, mert ez a nyilas dolog, ez nem túl vagyunk benne. Ó, ne, ez nagyon nem lesz jó. Aha, meg fogok halni. És nem. De elfog, ha még egyszer eltalál, akkor viszont... Ó, Hell Spider! Oké, azt hiszem, hogy itt pretty much halott vagyok. Ráadásul olyan gyorsan lő, látjátok. Megpróbálok egy kis távolságot szerezni és lenyilazni. Megpróbálok kikerülni a távolságából. Viszont, hogyha itt fönn is van valami, amivel nem szeretnék találni... Hogy ne lenne? Itt van az érc. Nem, ez pont nem az, de... De ez is egy olyan érc, amire szükségem lesz. Úgyhogy most megpróbálok egy kicsit kajálni. Ó, még jön a izé is. Gest is. Azt viszont le kell, hogy lőjem. És a Wild valami. Wildfire talán? Wildfire, igen, Wildfire. Már abba hagyta az üldözésünket, úgyhogy... Én most lelőhetem gyorsan a gáztot, aztán utána megölöm azt is. Ó, nem. Észrevett. Úgyhogy... Hát gyorsan visszamegyek és megpróbálom leölni őket. Hát igazából ilyenkor kezdtem egy kicsit egyébként érezni a hatását ennek az inventory keepnek, mert hogy ha nem lenne bent, akkor igazából esélyem nem lenne sehol. Ugyanis folyamatosan elveszíteném a cuccaimat, de te meg mit csinálsz itt? Kérem szépen. Szóval most szerintem rakok egy Infinity Enchantot gyorsan az íjra, és akkor majd a szinteket visszaszerezzük. Sőt, egyébként az is lehet, hogy minden alkalom, amikor 5 szintet szerzek, akkor kapok egy szívecskét, viszont akkor sokkal gyorsabban működne az egész dolog. Mi kell nekem? Nem lehet rára? Jaj, nincs elég könyves polcom, hogy rárakjam. Akkor csinálom még könyves polcot, semmi probléma. Jól van, nem is lesz elég... Nem is lesz elég a papírom, úgyhogy fog még kellni csinálni, hogyha van nálam nád. Van nálam kell 3. Meg ide is 3. Szóval látjátok egyébként, hogy a Nether milyen kedves kis hely. Csupa szivárvány minden, és az élet rózsaszín, úgyhogy mindenképpen kell ez nekünk, én úgy érzem. Könyv. A fa. Biztos, hogy nem kell. Ezeket is kidobálom, mert nem lesz rá szükségem. És megnézzük, hogy tud-e már. Nem. Sajnos nem, úgyhogy hát akkor így kell kibírnunk a dolgot nyilakkal. Viszont mehetünk is vissza a halába. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy most rögtön rám támadnak-e, és nagyon örülnék neki, hogyha nem. Úgyhogy, oké. A Gustot kéne először is legyőzni. Oké, ennyi volt. Szóval a Gustot kell először... Jaj ne. Szerencs, hogy... Jaj, 10 lövésből, 10... Ja igen, 10-11 lövésből hal meg, ami egyébként elég sok. Jaj ne. Ne, nem látom a tűztől. Oké, meghalt. Megpróbálom lekaratéozni. Hát ez nem fog bejönni. Igen, szóval látjátok, hogy milyen borzasztóan gyorsan lő. És sajnos nappal van, úgyhogy aludni sem tudom, és így a spawn pontot se tudom odarakni. És ez elég rossz, hogy folyamatosan sétálni kell. Bányászni kéne ide egy följáratot. Na szóval... Ezek azok, amikkel igazából nem tudok mit csinálni egészen addig, amíg nem lesz valami hiper-szuper íjam, amihez pedig enchantolni kéne. Amihez pedig ugye folyamatosan kéne teheneket vadászni, de ez egy eléggé unalmas elfoglaltság lenne, úgyhogy most folyamatosan csak rohangászni fogok vissza, amíg meg nem ölöm azt az egy darabot, mert azt szerencsétlent valahogy nem úgy tervezték, hogy csak úgy simán... Na, persze, rakd ide nekem. Ne lőj. Oké. Ha.
Molten Shardra most pont nincs szükségem egyébként, mert hogy ahhoz abból elég sok kell, és hát ezzel a pár darabban nem igen tudok mit csinálni, viszont később ugye majd nagyon hasznos lesz, hogyha lesz valami kis nagyobb támadó értékem ahhoz, hogy ezeket le tudjam vadászni. Ott van az az érckel nekünk, de azért ezt is kiszedem. Ez valami Blood Gem lehet? Igen, a Blood Gem, illetve ez a vörös színű az, amire szükségem van. Oké, nem tőlem sérült. És ezt a lilát pedig meglátjuk, hogy mire kell majd használni. Szóval ebből a vörösből kell nekem 9 darab talán. Netherite Ore. Ezt kell nekünk kiégetni. Netherite ingottá. És ebből kell nekünk... Mennyi ez? 5 darab. Jól van. Akkor ebből kell összesen 5 darab. Ami... Hát valljuk be, hogyha ilyen egyesével lehet csak találni, és ilyen ritka, akkor nem lesz olyan gyors. De hát remélhetőleg majd egy húzamosabb időn belül meg fogom találni. Sőt, az lenne a legjobb, hogyha még ezen a részen belül összegyűlne. Hajd meg! Valahogy pazarlásnak érzem. Nagyon menő egyébként ez a két nyilatkilövős dolog, de most ilyen esetekben pazarlásnak érzem. Hajd már meg! Köszönöm. Meghalt, jó. Igen, főleg így, hogyha kilövök 3-at és nem tudom az összeset felszedni. Valahogy meg kéne oldani egyébként, hogy fel lehessen szedni az összeset. Jézus Isten, mennyit elpazaroltam. Most egy párat vissza tudok még belőle szerencsére szedni. A felét körülbelül, nem annyit sem. És vannak még, jól van. Ó, pont kérni akartam, hogy vegyél észre, nagyon jó. Gyere. Az a legjobb, hogyha kettővel el tudom találni. Mert akkor ugye hamarabb meg tudom ölni. Viszont ez nem egy olyan egyszerű folyamat. Oké. Szuper, jó. És ott van még egy. Szóval igen, ezek ahogy látom folyamatosan spawnolnak. És ez valahogy borzasztóan kellemetlenül érint, mert hogy nem lehet őket megölni. És remélhetőleg nem azért rohangászik körbe-körbe, mert észrevett, mert annak felettébb nem örülnék. És ahogy látom a jobb, nem, az csak egy pigmen, a pigmenekkel semmi probléma nincsen, most ők konkrétan a legkedvesebb élőlények ebben az egész világban. Elfogyott a... Hogy ne fogyott volna el. Jó van, hát akkor... megpróbálom lekaratéhozni. Ó, na te is kell lesz ide még nekem. Illetve... Hol vagy? Jó, kicsit visszább megyünk, ugyanis nem regenerálódik a HP-ja nekem, viszont fog, hogyha végre eszek egy kicsit, mert megint nem sikerült. Ó, jaj, te hiányoztál még ide nekem nagyon. Igen, és le se tudom már mivel lőni, úgyhogy... Ó, ott fönn van egy Blood Gem, de... Ó, ez kell nekem, gyorsan ki kell bányászni. Ellásom magam, itt van is egy jó pár darab, ahogy látom 2, de hát most ez is elég lesz valamire. És megpróbálom minden kibányászni, úgyhogy ne tudjon leütni senki. Ó, persze. Jó, szerencse, hogy pont az jött le, amelyiknek kevés HP-ja volt. És most kellene befalaznom magam. Ez az jól van. Most kiszedem ezt a 2 darabot, és utána megint kell valahonnan még szereznem, mert ugye ez még így csak 3. És még 2-kkel fogadjunk egyébként, hogy egyet fogok valahol találni. Ó, nem, inkább befalazva hagyom magam, amíg... Nem tudok beszélni természetesen. Szóval, amíg regenerálódik a HP-m. Mert hogy az úgy jó lesz, és akkor kimehetek nyugodtan. Blood Gem. Ahogy látom, ebből sok minden nem lehet... Ó, hogy ne lehetne? Scorching Soul. Ja, de ez 500 használatos, az nem kell. Ez 540, ez sem kell. Na, itt van egy végtelen használatos, viszont ez pedig csak 9 damage-et okoz, és ha jól tudom, igen, ez 10-et. Ráadásul slow-ol is, úgyhogy... Ja, úgyhogy ez annyira nem hasznos még. A Blood Shard, nem, a Molten Shardos dolgot viszont megnézem, és a Molten Stonehoz 9 kell, és az Armorokhoz pedig ugyanannyi. Ó, igen, kell Molten Stone a Nether Bosshoz, úgyhogy egy párat mindenképpen meg kell tartani. Illetve a Molten Sword, ez pedig pontosan ugyanaz, mint a Frost Sword, csak nem lassít, hanem éget. Hogyha megütjük, az sem rossz egyébként. Viszont ahogy láttam először is egy páncélzat jobban el fog kelleni belőle, mint egy ilyen fegyver. Viszont meg kell tartani ugye belőle 3-at, azért, hogy majd meg tudjam csinálni a... Ez a Watching Eye-hoz mi kell?
természetesen nem mutatja, úgyhogy valószínűleg dobja majd valami. Mindegy, a lényeg, hogy most már egészen biztonságban érzem magam, és most ugrik a nyakamba minden, nem? Akkor mehetek még kettő darab ilyen Bloodstone-t keresni, nem Bloodstone, mi a neve? Netherite-ort szerezni. Ezeket a nevekkel egyébként még sok probléma lesz. Szóval megpróbálom ebbe a rész még belesűríteni azt, hogy ezeket megtalálom. Ugyanis. Aj, ne. Jó, van nálam kettő darab nyíl. Nem, négy. Ennyi. És fel is gyulladtam. Jól van. Akkor azt hiszem, hogy a másik irányba megyünk keresgélni. Mert ez a Nether, ez egy borzasztó hely. Nem is tudom, hogy... Ó, ne! Légy szíves, még egy páron ugorjatok rám, és gyújtsatok fel, és dobáljatok össze-vissza, és spannoljatok még az orrom elé 46 ilyet, mert nem vagytok elegen, tehát tényleg egyel nem tudok megküzdeni így nélkül, nemhogy hárommal. Úgyhogy most lehet, hogy nem is fogok... Jó, oké, hagyjuk. Azt hiszem, hogy hagyhatjuk, elfutok mellette, és lebányászom magam valahova. Itt pont, hogy nincs semmi alattam, és meg fogok halni. Hú, hát, wow. Ide felszpannoltam. Hát ez a Nether, ez egy borzasztó hely, és borzasztóan utálom, de vissza kell menni oda, ami már csak a következő rész tartalma lesz. És addigra szerintem meg fogom várni részen kívül, hogy egy kis nád nőjön, hogy tudjak enchantolni, mert egyszerűen nyíl nélkül lehetetlen ezeket megölni. És borzasztóan erősek és borzasztóan undorító az egész nedörös dolog, viszont vissza kell mennem oda. Úgyhogy sajnos ez lesz a sorsom. És... Ó, már egész sok molten shardom van. És ez majd a következő rész témája lesz, ugyanis most már kezdünk ugye kifutni az időből, úgyhogy ennyi lesz erre a részre, és hamarosan a következőben addig abban valószínűleg még több izgalom lesz, és nem csak folyamatosan meg fogok halni, valamint most még, amíg nem felejtem el, addig aludni is kéne. Nagyon jó, már van két molten stone-om. Szóval aludni is kéne, mert éjszaka van. Szuper, úgyhogy ezzel búcsúznék, hamarosan jövök a következő részre, és addig is sziasztok!